Botos Ferencet, becenevén Pöttyöst, a dobost, a nyíregyháziak az 1970-es évek végéről, 80-as évek elejéről sokan ismerték. Tanította a megyei OSK dob stúdiójában, zenés előadásokban közreműködött a Móricz Zsigmond Színházban, esténként pedig a Korona Hotelben szórakoztatta a közönséget. Én rakamozi vagyok, és akkor fiatal gyerekek voltunk, akkor az én szüleim, rokonaim mind cigányzenészek voltak. És én voltam az első dobos a familiában, nagyon megbotránkoztak, hogy mit keresek én a dob mellett. És ott kezdődött, hogy kicsi koromban ugye mindenen zörögtem, mindenen. Széken, asztalon, térdemen, mindenen. És akkor így ez így maradt. És elkezdtem járni, tanulni. Nyíregyházán ide jártam az újvári tanár úrhoz. A koncert ötletét a nyíregyházi zenész barátok vetették fel, amelyhez szívesen csatlakozott az időközben Kanadából családjával együtt hazatelepült Botos Lajos énekes basszusgitáros is, aki elmondta, a lánya esküvője hozta össze a családtagokat, amit közös zenéléssel is megünnepeltek. Generációk óta a zene nagyon meghatározó volt a családunkban, és így apáról fiúra szállt a zene szeretete és a zene tanulásnak a vágya mindannyiunkban. És egy nagyon fontos közösségteremtő erő van a zenében, ami számunkra nagyon-nagyon fontos. Négy éves koráig élt Nyíregyházán, a ma már Robi Botosként világhírűvé vált kisebbik fiú is, aki olyan nemzetközi jazz-zongora versenyekről hozta el az első díjat, mint a világhírű Montreux-i Jazz Festival, vagy a nagy amerikai jazz-zongora verseny. Jelenleg Kanadában él, és a koncertezés mellett fontos számára a tanítás is. Három iskolába tanítok, az egyik egy konzervatórium, másik egy főiskola, harmadik egy egyetem, és ugye erre sok idő megy el, viszont ugyanúgy mellett az egy koncert ezek, de így is akartam alakítani, főleg a Covid után, meg csak úgy más időszakban vagyok most, és most ez így van helyén. Az alig 20 évesen Torontóba költözött Robi Botos Moving Forward, magyarul Továbblépés című albuma 2016-ban Kanadában bezsebelte az év albumának járó Juno díjat. 2018-ban jelentette meg Old Soul című albumát, amelynek felvételére az amerikai jazz élvonalából hívott meg zenésztársakat, ugyanakkor tiszteleg magyarországi neveltetése és a roma zenei hagyomány előtt is. Sajnos így Magyarországon még ilyen baráti, meg családi, meg vendégszereplések, az, hogy úgy derég láttalak, itt játszok, gyere le, és akkor csinálunk valamit. Tehát ezen kívül még nem igazán volt olyan koncert, ami ennek kellett volna, de remélem, hogy a jövőbe ide is jövök, mert jövőre is jövök Bécsbe, úgy néz ki, Szlovákia, Németország, tehát mindig általában körbe megyek, és akkor mindig jövök anyámhoz, apámhoz, amikor még itt éltek, ugye, amíg marad rokon, akkor végülis mindig azért jövök, hogy valamilyen esemény, most éppen a húgomnak az esküvője miatt vagyok itt. A jazz népszerűsítő klasszikus és újabb kompozíciókat egyaránt felidéző koncertet a nyíregyházi közönség álló tapssal fogadta, majd a régi barátokkal való találkozást követően a Botos Family autóba ült, és nosztalgiából megtekintették az egykori északi körúti lakásukat.